Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy Valentin napi kedvezményes jóslás. Ebben a kedvezményben benne van egy szerelmi kirakás és asztrológia az indiai számítás szerint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. A díjam ennél a kedvezménynél 5000 forint. Ez a felvétel egy személyes jóslás Vivien számára. Kedves Vivien, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én kezdeném a szerelmi kirakással, utána áttérek az asztrológia területére. A bal oldalon vannak a te kártyáid, a jobb oldalon vannak az ő kártyái. Ami most itt látható, az mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Ez a hegy ott bal oldalon lehet természetesen hegyvidék is, de szimbolizálja a nehézségeket, a korlátozásokat. A hegy mellett ott van ez a levél, ami lehet egy hír, amire te vársz, de lehet egy dokument is, és ezt a dokumentumot megszerezni most nehéz, mert vannak ezek a korlátozások. A harmadik képen látható ez a könyv, ez jelentheti a te tudásodat, vagy hogy te tanulsz valamit, de mivel ez a könyv zárva van, mutatja a titkokat is. Te úgy érzed, ő eltitkol előled valamit. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Jobb oldalon, középen láthatjuk ezt az ostort. Valaki ostorozza őt. Vannak viták, veszekedések. A kérdés az, hogy köztetek van-e ez a vita, vagy a munkahelyén. De valami olyan átláthatatlan, mert nem beszél nyíltan erről, erre utal a felhő. A harmadik képen látható ez a kereszt. Ez lehet vallási téma, jelentheti az ő hitét is, de azt is, hogy a sors utak kereszteződtek. És ő most ott van ennél a kereszteződésnél, és döntéseket fog hozni. Hogyan tovább? Fel fogja ezt a kérdést tenni. És ezek a döntések kihatnak a ti sorsotokra. Most megtekintjük azt, hogy miről kellene elgondolkoznod, mert ez, ami a közeljövőben történik. Ott fent, bal oldalon ő látható. És ezek a te gondolataid. Ő áll a középpontban. Mellette ott van a kígyó. A kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, és ez házassághoz vezet, mutatja a gyűrű. A kígyó lehet egy nő is a háttérben, és neki kapcsolata van ezzel a nővel. Legalábbis így gondolod, mert ez, ami téged foglalkoztat. De visszatérve az ő kártyáira, ott láthattuk, hogy vannak viták, veszekedések, a felhő az mindent úgy beborít, sok minden átláthatatlan. Ha ő ezt így éli át veled, akkor ő döntéseket fog hozni, mert ott van a kereszt, ez az útkereszteződés, ahol ő el fog gondolkozni azon, hogyan tovább. És mi van akkor, ha ő visszahúzódik, és nem vesz el téged feleségül? Ezek miatt a viták miatt. Légy okos! Ne beszélj ezekről a dolgokról. És ha titokban tartod a gondolataidat, az érzelmeidet,
akkor biztos lehetsz abban, hogy ennél a keresztnél, ennél a kereszteződésnél úgy fogja a döntést meghozni, hogy téged vesz el feleségül. És ez, ami itt a jövőt mutatja, akkor ez a kígyó nem is erre a hölgyre utal, hanem rád, ezekre a változásokra. Légy diplomatikus. Most megtekintjük az ő gondolatait, vagy azt, amit ő tervez a közeljövőben. Ott jobb oldalon az a lovas férfi utal mozgásra, vagy utazásra. Mellette az a ház utal az otthonotokra, vagy a szülői házra, rokonokra. Ő tervezi ezt az utat. A harmadik kártyán ez a négy levelű lóher szerencsét hoz. Tehát lesz szerencse, lesz utazás. Ez a négy levelű lóher utalhat április hónapra. Most visszatérnék az ő jelenlegi helyzetére, ez a korbács és ez a felhő. Én mondtam neked, hogy kerüld el a vitákat, veszekedéseket, hogy szerencsétek legyen a párkapcsolat területén, és hamarosan legyen ez a házasság köztetek. A négy levelű lóher mutatja ezt a szerencsét, de ez a korbács és ez a felhő jelentett valami mást is, vagy valaki mást. Lehet, hogy nem veled van a vita, hanem a munkahelyén, de ő erről nem beszél nyíltan. Most megtekintjük a te titkaidat, vagy azt, amire nem figyelsz oda, vagy azt, amit titokban kellene tartani, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, nem érezhető, tehát ez is egy nagy titok. A te titkaid. Az első kártya ott lent bal oldalon, ez a horgony mutatja azt, hogy te lehorgonyoztál, legyökeresztél, hol? Erre utal a szív. Ebben a párkapcsolatban. Ő a te lelki társad. Bízz meg benne, mert ez a férfi szeret téged. És a harmadik kártya, ez a medve, mutatja az erőt, a belső erődet is. Higgy ebben a szerelemben, abban is, hogy jóra fordulnak a dolgok, és ebből tényleg házasság lesz. Ne gondolj erre a nőre. Szerintem nincs köztük testi kapcsolat. Ők ismerik egymást, de a te párod hűséges. És erre utal ez a medve. Ez adja neked az erőt. És itt nála te legyökeresztél. Ez a jövőd. Most megtekintjük az ő titkait. Vagy azt, amire ő nem figyel oda, vagy azt, amit ő eltitkol előled, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, tehát ez is egy nagy titok. Az ő titkai. Ott lent jobb oldalon láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Azt is jelenti, hogy megvan írva a csillagképekben ez a párkapcsolat, és ő így gondolja, akkor is, ha nem beszél róla, mert ez egy titok. A csillagképek mellett ott van a hold, az utal anyai érzelmekre, vagy arra is, hogy ő szeretne veled családot alapítani. A hold jelenti az ő érzelmeit is, a vágyait és az álmait. Ugyanúgy, mint a hajó, mert a hajó szimbolizálja a reményeket, de egy utazást is, és ő tervezi ezt az utat. Ez az út lehet egy közös életút,
vagy egy belső út is. Most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Te állsz itt a középpontban. Ő nem akar téged elveszíteni. Ő feltekint rád, ő szeret téged. Rajtad múlik, hogyan tovább, ha féltékeny vagy, vagy vannak viták, veszekedések, akkor számíthatsz arra, hogy ő visszahúzódik. Ha viszont boldogok vagytok, és bízol benne, akkor biztos lehetsz abban, hogy hamarosan összeházasodtok. És most áttérek az asztrológia területére. A nap az mutatja a ti éneteket. Ha te az életet úgy képzeled el, mint egy színdarab, ahol játszol egy szerepet, akkor a nap mutatja azt számodra, hogy te vagy a főszereplő. Az ő színpadán természetesen ő a főszereplő. A te horoszkópodban a nap a vízöntő jegyében van, az azt mutatja, hogy te egy különleges személyiség vagy. A napod az ötös életházban van, ami a gyermekekre utal, anyai érzelmekre, vagy a gyermekkorodra, de mutatja az élet örömöt is. Pontosan itt van ez a színpad, ahol te az életedet úgy tudod kialakítani, ahogy te ezt elképzeled. Te ügyelj arra, hogy ez úgy legyen, ahogy a gyermekek ezt mutatják, könnyűséggel, olyan játszadozva. Ez az ötös életház mutatja az élet örömöt is. Az ő horoszkópjában a nap a Szkorpión jegyében van, a víz elemében. A víz eleme utal érzelmekre. Nála a nap a hármas életházban van, az élet iskoláját jelenti ez, ahol neki be kell bizonyítani magát. Itt a víz eleme és a levegő eleme között nincs harmónia, de ügyelj arra, hogy tudod ezt rendbe tenni. Képzeld el azt, hogy te az uszodában vagy, és a víz alatt. Ha túl sok ez a víz, mert ezek az érzelmek elnyomnak téged, hiszen a víz eleme az érzelmeket szimbolizálja, akkor nem kapsz levegőt. Neked viszont kell a szabadság érzete. Itt van egy arany középút, ne túl sokat, ne túl keveset. Egy kis szabadság, igen, de nem szabad eltúlozni, és ha érzelmekről van szó, azt ki kell mutatni, de ebből sem túl sokat, hanem kell az arany középút. Akkor így lesz köztetek harmónia. Most áttérek a hold energiájára. A hold szimbolizálja az érzelmeket. Te röviddel egy teli hold után születtél, mint ahogy a képen látható is. Egy ilyen fogyó hold fázisban. A holdad az oroszlán jegyében van. Az oroszlán jegye azt közli veled, hogy te állsz a középpontban, és neked erre szükséged van. Te érzed is ezt belülről, kell az elismerés, az is, hogy mások csodáljanak téged. Te vagy a királynő a te életedben. Az oroszlán jegye az a tűz eleméhez tartozik, ami mutatja a bátorságodat, a lelkesedést, a szenvedélyeket is. Most megtekintjük az ő hold állását. Ő röviddel fél hold előtt született egy ilyen csökkenő hold fázisban. Az ő holdja a rák jegyében van. A
A hold jól érzi magát a rák jegyében, mert uralkodik a rák jegye felett. A rák jegyénél érzelmekről van szó, mert a rák jegye az a víz eleméhez tartozik, és a szimbolizálja az érzelmeket. A rák jegye utal családra, a család alapításra is, neki erre szüksége van. De ő nagyon érzékeny, és ha te őt megsérted, akkor ő rögtön visszahúzódik. A kettőtök holdja között van egy harmonikus kapcsolat. Itt megvan a bizalom, a megértés, mert a te holdad az oroszlán jegyében, az ő holdja a rák jegyében, ez egy ilyen szomszédos jegy, és így érezhető, mint jó szomszédoknál. Megvan a közelség, és megvan a bizalom. És most áttérek Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygó jelenti a szépséget, a harmóniát, a művészeteket, és kihat a szerelmi élet területére. Nálunk hölgyeknél Vénusz bolygó jelenti a mi nőiességünket. A férfiaknál jelenti a jó ízlést, a művészeteket, és azt, hogy mit vár el a hölgytől, vagy hogyan képzeli el a párkapcsolatot. A te horoszkópodban Vénusz bolygó az a vízöntő jegyében van. Az azt jelenti, hogy te különleges vagy, mint hölgy, van jó ízlésed, más vagy, mint mások, és a vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, tehát számodra fontos a könnyűség, ez a játszadozás, de a kommunikáció is, beszélni érzelmekről vagy a jövőről. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó az a nyilas jegyében van, ami a tűz eleméhez tartozik, utal az ő bátorságára, a lelkesedésre, de a szenvedélyekre is. Nála kell egy irány. Erre utal a nyilas jegye. Hogy képzeli el a párkapcsolatot? Mi a terve? Erről beszélni is kellene. Kettőtök között megvan a harmónia, mert a vízöntő jegye és a nyilas jegye harmonizál egymással. És most áttérek a Mars bolygó energiájára. Mars bolygó utal az erőre. Ez nálunk hölgyeknél is megvan, mert ezzel tudjuk bebizonyítani magunkat az életben, is tudjuk magunkat védeni. Mars bolygó nálunk hölgyeknél jelenti a lelki társunkat is. A férfiaknál utal az erőre, a bátorságra és a férfiasságra. A te horoszkópodban Mars bolygó visszatekintő. Az jelenti egyrészt azt, hogy mindig kell nálad egy szünet vagy visszahúzódás, mert akkor megtalálod a belső erődet, és utána tudod magad védeni, vagy be tudod bizonyítani magadat az életben. Ha viták, veszekedések vannak, akkor is gyakran jó, ha visszahúzódsz, és nem szólsz hozzá semmit, megvárod azt, amíg később ezt tisztázni tudod. Ez a visszahúzódás jelenti a múltat is, mégpedig egy kármikus kapcsolatot. Mars bolygó a te lelki társad, és te ismered őt a gyermekkorból, vagy a korábbi életedből. Nálad Mars bolygó a határon van, az ikrek jegye és a rák jegye között. Még az ikrek jegyében, de pontosan a határon. Te ismered mindkét oldalt, az ikrek jegyét is,
ami a levegő elemét szimbolizálja, a könnyűséget, ezt a játszadozást. Gyakran így elveszíted az irányt, mert nem tudod, hova fektest be az erődet. A párkapcsolatban is szükséged van a levegő elemére, a szabadság érzetére, vagy erre a könnyűségre, és a kommunikációra is, mert a levegő eleme ezt is szimbolizálja. De te ismered a rák jegyét is, mert Mars a határon van. A rák jegye azt mutatja, húzódj vissza, ha fáradt vagy, pihent ki magad, akkor megtalálod újra az erődet, vagy a belső erődet. Ami érdekes, hogy az ő horoszkópjában a hold szintén a rák jegyében van, és így van köztetek ez a kapcsolat. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, ahol érzelmekről van szó. Az ő horoszkópjában Mars bolygó, ami a férfiasságát is mutatja, az oroszlán jegyében van. Mint férfi, ő a középpontban szeretne lenni, és elvárja azt, hogy mások felnézzenek rá, hogy mások dicsérjék őt, milyen jó képű férfi. Az lehet, hogy emiatt keresi más hölgyekkel a kapcsolatot, de őt nem érdeklik ezek a nők, hanem ő vár erre a dicséretre, erre az elismerésre, mert az oroszlán jegye az a középpontban szeretne lenni, és mint férfi erre neki szüksége van. Kettőtök között megvan a harmónia. A Mars bolygód az ikrek jegyében, a levegő elemében, az ő Mars bolygója az oroszlán jegyében, a tűz elemében harmonizál egymással, és ha a rák jegyét éled, akkor is megvan ez a közelség, ez a harmónia, mert a rák jegye és az oroszlán jegye szomszédos, és bíztok egymásban, megvan ez a közelség, mint jó szomszédoknál. Érdekes, hogy az ő Mars bolygója, ami az ő férfiasságát jelenti, az oroszlán jegyében van, és a te holdad, ami az érzelmekre utal, szintén az oroszlán jegyében van, így megvan köztetek megint ez a kapcsolat. Amit még megemlítenék. Ő a Skorpión jegyében született az indiai számítás szerint. Ebben az évben itt mozog a lefele mozgó hold csomó Kétú, egy kármikus csomó, ami a múltra utal, és jönnek az emlékek. Ez a kármikus csomó, ez a lefele mozgó hold csomó Kétú, itt mozog jövő év márciusáig a Skorpión jegyében, és addig vannak itt kármikus témák. Ami nálad még érdekes, hogy a hetes életház, ami a párkapcsolatra utal, az a kos jegyében van, a te horoszkópodban, és az indiai számítás szerint itt mozog most Uránusz bolygó, és itt lesznek változások, erre is számíthatsz. Kedves Vivien, így tudtam ezt a Valentin napi akciót elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!